Baranya, Tolna, Somogy és Bács-Kiskun megyei elnökök ültek egy asztalhoz Süli Jánossal. Paks 2 tervezéséért, megépítéséért és üzembehelyezéséért felelős tárca nélküli minisztere egy 5 oldalú együttműködési megállapodást írt alá a megyék vezetőivel. A szándéknyilatkozat kiterjed a gazdaság, az oktatás, az egészségügy, valamint a kultúra, sport és turisztika területére is. Madaras Zoltán elmondta, turisztikai szempontból már konkrét tervek vannak, melyek Baranyát érintik. Az elnök hozzátette, orosz nyugdíjasok érkeznek majd a megyébe. Úgy gondolom, hogy ez Villánynak, Pécsnek, a történelmi emlékhelyeknek, akár Szigetvárnak, vagy azon túl is, még Mohásnak is, ez nagy lehetőség lesz. Ezt kell nekünk jól koordinálnunk, és őfent azt tudom mondani, hogy össze kell fognunk, és fel kell készülnünk, mert hogyha azért az orosz turisták megindulnak, ők nem kettesével fognak jönni. Az együttműködés kapcsán Fehérvári Tamás hangsúlyozta, ez az aláírás is mutatja, milyen jó a kapcsolat a dél-dunántúli megyék között. A Tolna megyei önkormányzat elnöke kiemelte, nem akarják kisajátítani az atomerőművet. Viszont azt tudjuk, hogy azért Paks Tolna megye, és azért a paksi eredmények az megye életében jelentősek és nagyon fontosak, de azt gondolom, hogy ez egy kollektív munka lesz. Hát Tolna megye nem fogja tudni kielégíteni az atomerőmű munkaerőpiaci igényeit, nem fogja tudni kielégíteni a település szerkezetben felmerülő igényeket, ezen dolgozunk. Így nyílik lehetőség a Paksot körülvevő megyék vállalkozóinak és munkavállalóinak bekapcsolódni az épülő új atomerőművi blokkok munkálataiba. Mint azt Süli János elmondta, az új blokk modernebb, kevesebb munkaerőt igénylő beruházás, a már meglévő blokkban pedig hosszú távon csökkenni fog a foglalkoztatás. Ennek megoldásában is segít az együttműködés. Ezt úgy kell megalapozni, hogy mire az 1-4 blokk áll le, addigra egyéb más lehetőség is alakuljon ki a régióba, a megyébe és a 4 megyébe, hogy azt a folyamatot, amit most láttunk, hogy Győr, Debrecen, Tatabánya, Kecskemét, az milyen fejlődésen esik keresztül, hogy egy közel hasonlót produkáljunk a 4 megyére vonatkozóan. Az eseményen elhangzott Magyarország és a dél-dunántúli régió szempontjából kiemelt fontosságú nemzeti beruházása a Paks 2 projekt sikeres megvalósítása. Annak érdekében, hogy az elkövetkező évtizedekben tervezetten, átgondoltan fejlődhessen a térség, szükséges egy ilyen több oldalú együttműködés.